Sziasztok! A mai videóban történelmi vizekre evezünk, ugyanis elhoztuk nektek minden idők legrettegettebb diktátorainak féltve őrzött titkait. Ha szereted a történelmet, akkor számodra ez a videó egy igazi csemege lesz, de azok se ijedjenek meg, akiknek nem a kedvencük, garantáljuk, hogy nem fogtok unatkozni. Mielőtt azonban belevágnánk, írjátok meg kommentben, nektek mi a kedvenc történelmi témátok, korszakotok. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Adolf Hitler. Talán nincs olyan ember a Földön, aki ne hallott volna Hitlerről. Véreskező diktátor, aki több millió ember haláláért felelt. Szinte megszámlálhatatlan sikertelen merényletet intéztek ellene, végül azonban, mint tudjuk, önmaga vetett véget az életének. Na de mit titkolt a világ elől? Hitler Parkinson-kórban szenvedett. A Parkinson-kór egy lassan előrehaladó idegrendszeri betegség, melynek nem csak fizikai, de lelki tünetei is vannak. Ezek Hitlernél is jelentkeztek, erről egy pilótanő így számolt be. 1945. áprilisában találkoztam a Führerrel, akinek ekkor már folyamatosan remegtek a kezei, teste erőteljesen előredőlt, tekintete üveges volt. A szemfülesek ezeket a fizikai tüneteket akár kiszúrhatták már az archív felvételekből, de mi a helyzet a lelki tényezőkkel? A betegek jellemzően nagyon rugalmatlanok, és makacsul ragaszkodnak az elképzeléseikhez, szinte lehetetlen befolyásolni őket. Nos, ehhez talán nem is érdemes semmit hozzáfűzni, Hitler ennek a megtestesítője volt. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy ez a legapróbb szinten is mentesítené azok a borzalmak alól, amiket elkövetett, de azért érdemes róla tudni. Kim Jong-il. Egy ilyen listáról semmiképp sem maradhat ki a Kim dinasztia, akik közül ezúttal Kim Jong-un apjáról, Kim Jong-ilről lesz szó. Kim Jong-il 1997-től egészen a 2011-ben bekövetkezett haláláig uralkodott. Ahogy az már egy Kim esetében megszokható, a nép istenként tekintett rá. Ez olyannyira így volt, hogy egyes beszámolók szerint a nép abban a hitben élt, hogy az időjárás az ő kedves vezetőjük hangulatától függ. Ha például jó napja volt, akkor napsütés borította Észak-Korea utcáit, ha viszont ballábbal kelt fel, akkor viharton volt. Na de ha már Istenről beszélünk, akkor ezzel együtt jár a halhatatlanság is, melynek illúzióját ugyancsak igyekeztek fenntartani. Amikor ugyanis Kim Jong-il egészségi állapota rosszra fordult, ezt a vezetés mindenáron titokban akarta tartani. Meg nem erősített információk szerint még saját dublőre is volt, aki helyette állt ki a nép elé, amikor ő gyengélkedett. Josif Visszarionovics Sztálin. Nem véletlenül beszélünk pont Kim Jong-il után Sztálinról, bizonyos szempontból meglepően hasonló a történetük, de erről majd egy kicsit később. Annak ellenére, hogy a köztudatban talán Hitler neve bír nagyobb hatással, egyes számítások szerint Sztálin kezéhez még az övénél is több vér tapad. Mint minden hozzá hasonló diktátor, úgy Sztálin is mindent megtett annak érdekében, hogy az utókor egy szerény, jószívű vezetőként emlékezzen rá. Előbbi alig ha sikerült neki, mivel utcákat, tereket, sőt még díjakat is elnevezett magáról, valamint imádta, ha az emberiség brilliáns géniusza becenében emlegetik. Mint tudjuk, ez a jószívű ember győztesként zárta a II. Világháborút, ez azonban az egészsége kárára ment. Itt jön képbe a párhuzam Kim Jong-illal. Hozzá hasonlóan neki is volt egy dublőre, aki a különböző rendezvényeken őt helyettesítette. Ahogy oly sok minden, úgy ez sem maradhatott örökké titokban. Saddam Hussein. A volt iraki elnök tevékenységei által bekövetkezett veszteségek ugyan nagyságrendekkel kisebbek, mint Hitler és Stalin gaztettei, még így is simán nevezhető retteget diktátornak. Saddam Hussein becslések szerint nagyjából 180 ezer ember haláláért volt felelős, ám a sors iróniája, hogy végül nem ez miatt ítélték halálra. Egy 1982-ben elkövetett, 148 áldozatot követelő megtorlás miatt végezték ki 2006-ban. Az eddig elmondottak elég közismert információk a véreskező diktátorról, azonban van valami, amiről kevesen tudnak.
A videó többi szereplőjéhez hasonlóan ő is mindent megtett annak érdekében, hogy a tökéletes vezető látszatát keltse az emberekben, erről a róla készült művészeti alkotások tucatjai is tanúskodnak. Na de egy dolog a látszat, és egy dolog a valóság, ezt ő maga is nagyon jól tudta. Mivel vallásos ember volt, mérhetetlen háláját úgy fejezte ki Allahnak, hogy saját vérével megíratta a Korán másolatát. Így nyilvánított köszönetet Istenének azért, amiért megóvta életét, legalábbis egy ideig. Mao Tse-tung. Most kapaszkodjatok meg, a kínai népköztársaság egykori elnökének személyéhez becslések szerint több áldozat kötődik, mint Hitlerhez és Sztálinhoz egybevéve. A rendelkezésre álló információk szerint 49 és 78 millió között mozog az áldozatok száma, akik közül egyeseket kivégeztek, másokat munkatáborokba küldtek. Mindezek ellenére ma Kínában nem mindenki a főgonoszként emlékezik rá. Forradalmi intézkedéseivel a kínai népköztársaság javát szerette volna szolgálni, ám ezt rengetegen megsínylették. Ilyen volt például az, amikor minden kínai családtól elkoboztatta a háztartási eszközöket és szerszámokat, azzal a céllal, hogy országát a legnagyobb vas és acél exportőrévé tegye. Ez a manővere nem bizonyult túl sikeresnek, amellett, hogy nem sikerült elérni a kívánt célt, az elkobzás okozta éhínség nagyjából 20 millió emberrel végzett. Hasonló veszteségeket okozott akkor is, amikor kitalálta, hogy szakítani kell a régi hagyományokkal, csak úgy tud fejlődni az ország. Ennek keretein belül tömegesen romboltatta le a különböző műemlékeket, valamint könyvek tucatjait semmisítetett meg. Ha mindezeket a szószoros értelmében nem is nevezhetjük titoknak, annyi biztos, hogy valószínűleg nem így szerette volna, hogy fennmaradjon az utókor számára. Ezzel a lista végére értünk. Bízunk benne, hogy jól szórakoztatok, és még a történelem kedvelőinek is tudtunk valami újat mondani. Ha szeretnétek a jövőben is hasonló jellegű történelmi videókat látni, akkor azt írjátok meg kommentben, ha pedig még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel, így biztosan nem maradtok le a többi videóról sem. Köszönjük, hogy végignéztétek, hamarosan találkozunk a következő videóban. Na, sziasztok!